A kormány támogatja a központi és a helyi közigazgatási alkalmazottak bérének kiegyenlítését. Erről Vasilis Dâncu miniszterelnök helyettes, régiófejlesztési miniszter beszélt a Romániai Municipiumok Egyesület igazgató tanácsának gyűlésén. A helyhatóságok régóta méltánytalannak tartják, hogy az alkalmazottaiknak juttatható bérek mélyen a központi adminisztrációban dolgozó közalkalmazottak fizetései alatt vannak. A kormány egyetért azzal, hogy elég nagy aránytalanság tapasztalható a helyi közigazgatásban és a központi közigazgatásban dolgozók fizetése között. Ezért arra törekedünk, hogy az új bértörvényben, az egységes bértáblában, amelyen a munkaügyi minisztérium jelenleg dolgozik, és amelyet az év végéig véglegesíteni szeretnénk, helyes arány legyen fizetési szempontból a helyi és a központi közalkalmazottak között.